Teljesen más témával megyünk tovább. A biztonságos utakat keresik a nyaralók. Az utazás szervezők szerint a kockázatosnak vélt országokba kevesebben mennek az idén. A merényletek miatt az olcsó török utak nem kelnek el, sokan inkább Bulgáriát, Olaszországot vagy a görög szigeteket választják. A korábbi években kedvelt utazási célpont volt Törökország, de az idei robbantás sorozatok miatt jóval kevesebb turista fordul meg a török rivierán, mint a korábbi években. Itthon az utazási irodákban már az idény elején is tapasztalták, hogy a magyarok által is kedvelt Egyiptom, Tunézia mellett a török szállodákba is kevesebben akarnak foglalni. Mi is kerüljük azokat a partokat, ahol ilyesmik vannak, tehát Törökországban most biztos, hogy nem mennénk. Inkább a horvát tengerpart, vagy az olasz tengerpart. Párizs sem biztos, hogy úti cél most, tehát ez természetesen szerintem, aki gondolkodik, mindenkinek előre jön, hogy nem szabad most olyan helyre menni. Vagy hát vannak bátrak, be lehet vállalni, mert azért nem folyamatos ez a terrorveszély, de azért jó a körültekintő az ember. Az utazás szervezők is figyelik a kockázatosnak tartott turisztikai célpontokat. Amennyiben egy úti célt a külügyminisztérium nem utazható országok közé sorol, illetve külpolitikai, belpolitikai szempontból azt mondja, hogy magyarok ne utazzanak ebbe a térségbe, vagy pedig saját felelősségükre, abban az esetben az utazás szervezők szokták engedélyezni, vagy az útnak a lemondását, vagy pedig az utas által egy másik úti célra történő foglalását. Érdemes utazás előtt egy előzetes online regisztrációt végezni, a konzuli szolgálat munkáját ez megkönnyíti bajbajutás esetén, illetve az utazóknak is nagyobb biztonságot nyújt. Bulgária mellett idén sokan döntenek, és tengerparti nyaralásnál az egyhetes görög utakat is keresik. A szállodákban, apartmanos ellátásban széles a választék, a többgyermekes családok a belföldi nyaralást is kedvelik. Egerbe fogunk menni, majd jövő hónap elején wellnessezni, aztán pedig Hajdúszoboszlóra fogunk menni a hónap közepén. Akkor inkább az ilyen belföldi utakat részesítik előnyben mindenki. Hát igen, a kicsikkel most igen. A nagyobbik 3,5 éves, a kisebbik 1,5 éves, és most így nem akarunk messze menni. Itthon a családok egy hétre, 10 napra, de akár hosszú hétvégékre is elmennek nyaralni, ám összességében utazásra kevesebbet költünk, mint a korábbi években. Nagyon kedvelt úti cél idei évben Bulgária, ez Debrecen indulású repülősútként is foglalható, illetve busszal is el tudnak jutni az utasaink, vagy pedig egyénileg. Kedvelt úti cél még idén a Görög-sziget világnak a szigetei, tehát itt akár a Jón-szigeteket, akár az Égei-tengeri szigeteket értjük, illetve a spanyol területek, tehát a malagai rész, a kosztabrávai rész, Majorka, vagy akár a Kanári szigetek, ahova Tenerife-re és Gran Canaria-ra utazhatnak a kedves érdeklődők. Árak tekintetében továbbra is a legkedvezőbb Bulgária, tehát ezek a területek közül, amiket az utasok előszeretettel foglalnak. A görög szigetvilág, majd pedig természetesen továbbra is a spanyol területek az egyik legdrágább úti cél. Itt párhuzamot vonhatunk akár Ciprus szigetével is, ahova szintén elég magas árakon tudnak elutazni az érdeklődők. Most már lassan beindulnak a last minute utak. Idén vannak olyan úti célok, ahova fognak tudni az utasok találni kedvezőben is utakat. Meglátjuk, hogy alakul a szezon.